Már csak néhány nap van júliusig, amikor is fontos változások lépnek életbe. Ezek elsősorban a családokat érintik. Az egyik legfontosabb, hogy több ponton is módosul a családi otthon teremtési kedvezmény, vagyis a csok. A felvehető kamattámogatott támogatott összeget összege 10-ről 15 millió forintra nő a három gyermekeseknél, illetve két gyerekes családok is felvehetnek 10 millió forint kedvezményes hitelt. 35 perc című műsorunkban egy otthon szakértő arra hívta fel a figyelmet, hogy a támogatások igénybevétele főleg a tervezett gyermekek esetében kockázatos. Viszont ahol még egy gyermek sincs, ott azért megfontolandó, hogy mit mernek bevállalni, mert hogy ezeket a kölcsönöket nem teljesítés esetén vissza kell fizetni. Az is nagyon fontos, hogyha vállalt babáról beszélünk, ahhoz házasságkötés szükséges. Ez generált egyébként most egy kisebb házasodási lázat. Tehát azok a fiatalok, akik jövőre vagy egy év múlva terveztek házasságkötést, most a polgári szertartást megtartják, és esetleg későbbre halasztanak egy dinomdánomot, hogy tudják igényelni és tudjanak tovább lépni. Elindul a falusi csok is, amelynek köszönhetően az 5000 fő alatti településeken is meg lehetnek a jövőben azok a feltételek, amelyek hiánya miatt eddig sokan a közeli nagyvárosokba költöztek. A program az országban közel 2500 települést érint. A Baba Váró hitel évre keresztelt kamatmentes személyi kölcsön is a következő hónap első napjától igényelhető. Ennek visszafizetési feltételei jelenleg kedvezőbbnek tűnnek a csoknál, a szakértő szerint később akár össze is vonhatják a kettőt. Az új konstrukciónak is megvan a maga feltételrendszere első házasságban kell élnie legalább az egyik félnek a házastásban, házastársak közül, az nem számít bele házasságnak, hogyha megözvegyült az egyik fél tehát tulajdonképpen egy, az egyik félnek kell elsőházasságában élnie, és a hölgyeknél van egy bizonyos életkor, a 18 és a 40. Arra számítanak egyébként, hogy azok a fiatalok, akik frissen kikerülnek az egyetemről, azok fogják ezt leginkább igénybe venni, hiszen van rá idejük, hogy ezek a babák megszülessenek, illetve nekik biztosított lesz az a három éves jogviszony, ami a TB jogviszony és azt is tudni kell, hogy ugye aki egyetemre jár nappal a tagozaton, annak ez a viszonya jogviszonya megvan. Szintén jelentős segítség lesz a gyerekek születésénél a jelzálog hitelelengedése. A második gyermek születésekor 1 millió, a harmadik gyermek születésekor 4 millió forintot, minden további gyermek születésekor pedig 1-1 millió forintot vállal át az állam a szülők meglévő jelzálog hiteléből. Ez a kedvezmény július 1-től csak a lakárcélú hitelekre kérhető. Mindezek a változások várhatóan az ingatlan piacra is jelentős hatással lesznek.